Hát igazából különösen nem ünnepeltük meg. Tulajdonképpen, ugye amiről most beszélünk, hogy ez Magyar Agár világgyőztes felnőtt. Igazából ez az egy nagy cím hiányzott ennek a kutyának a kollekcióból. Hát nyilván mi nagyon örültünk neki, de olyan különösebb ünneplés nem volt. Illetve nem rajta múlott, hogy nem ünnepeltünk, hanem a handler miatt nem ünnepeltünk, mert Schlosser Attila azóta a félvilágot járja, és nem nagyon tudtuk összehozni, de szerintem azért egy ilyen közös vacsora az lesz. Most Valóra volt egy álma, és mi a következő? Hát ez nagyon nehéz kérdés, de azért vannak terveink. Hát ugye mi többfajtával foglalkozunk, azért mindig vannak olyan címek, meg olyan új generáció, akikben azért nagyon bízunk. Úgyhogy így konkrét álmot nem tudok mondani, de mindig van azért olyan kiállítás. Úgy tudom, hogy nem minden országban történt olyan nagy ünnep, de Magyarországon van. És ez nagyon fontos. Igen, én nagyon örülök neki, ez egy nagyon jó kezdeményezés. Hát mi szerencsések vagyunk, mert én hogyha jól emlékszem, mi talán az összes, amióta, mert ugye amióta Kóros Gábor elnök úr az elnök, azóta vannak ezek a kis megemlékezések a világ és Európa győztesekről. Mi egyre mindegyiken kaptunk valamit, úgyhogy mi szerencsések vagyunk. Úgyhogy ez a következő, hogy most gondolkodni kell, kit viszünk Celjébe, mert egy picit most nekünk az úgy jön ki ez a kiállítás, hogy vannak olyan kutyáink, akiket már különösebben nem szeretnénk vinni. Úgyhogy ez a következő álom, hogy visszatérjek a kérdésre, hogy ott is azért valamit sikerüljön elérni.